Miért vonta ki Izrael csapatait Gáza déli területétől? Megtorlásra készül-e Irán? Újra teret nyer az iszlám állam Szíriában? Mekkora az orosz befolyás a térségben? Milyen láncreakciókat indíthatnak ezek a folyamatok? Erre keresjük a választ. Jó napot kívánok, Ján Kászpár vagyok, ez a láncreakció. akik ma segítenek átlátni a folyamatokat, Vukics Ferenc katonai szakértő és Szájfó, már a migráció kutató kutatási vezetője. Jó napot kívánok az uraknak, nézzük először Izraelt és a gázai háborút. Izrael vasárnap közölte, hogy kivonja a csapatait Gáza déli területéről, így csak egy dandár marad Rafah városánál. A döntés nem egészen két nappal azután született, hogy Izrael Washington kérésére engedélyezte a humanitárius segélyek szállítását az Asdódi kikötőből a gázai övezet északnyugati csücskében fekvő Erezi átkelőhelyen át. Közben Izrael delegációt küldött Egyiptomba, hogy újabb tárgyalásokat folytassanak egy esetleges tűzszünetről. A Hamas feltétele az izraeli túszok szabadon engedéséért és a tűzszüneti megállapodásért cserébe az volt, hogy a zsidó állam kivonja katonáit a gázai övezetből, és visszaengedje az övezet középső és északi részére a kitelepített palesztinokat. Vasárnap volt hat hónapja, hogy a Hamas támadást mért Izraelre, és több száz izraeli állampolgárt elrabolt. Az október 7-e után kezdődő gázai háborúban az egészségügyi minisztérium szerint eddig több mint 33 ezer palesztin vesztette életét. Az izraeli miniszterelnök szerint már csak egyetlen lépésre van szükség a győzelemhez. Benjamin Netanyahu a kormány vasárnapi ülésén kijelentette, hogy az eddig elért eredmények nagyszerűek. És bár 133 a gázai övezetbe hurcolt izraeli túsz még mindig fogságban van, kiszabadításukat a Hamas akadályozza. Uh, Alezredes úrhoz fordulnék elsősorban. Uh, a Netanyahu azt mondja, hogy már csak egy lépéstől vannak a győzelemtől, illetve most történt a hétvégén egy csapat kivonulás. Mit jelent mindez? Az is azt mondta egy évvel ezelőtt, hogy már csak egy lépésre vannak a győzelemtől, és most még jelen pillanatban nem látjuk, hogy ez megtörtént volna. Nagyon fontos különbséget tenni a között, ami üzenet szól a belpolitika felé, nagyon fontos, hogy mi szól a közvetlen környezetben lévő országok felé, és mi az, ami az Egyesült Államok felé megcélzott üzenet. Tehát mindig nagyon fontos akkor, amikor az izraeli vezetés megszólal, megnézni, hogy ki a célzott fél, hogy igazából kinek szeretnének üzeneteket közvetíteni. Most jelen pillanatban az, hogy pontosan mi vonultak ki, nem tudja megmondani senki. Tehát amikor az izeli mi, ö, ö, újságokat olvassuk, akkor rengetegféle feltételezés van, de pontos megfogalmazás azzal kapcsolva, hogy most hogy mi történik valójában, és mi, mi minek a következménye, az nem látható át. Annyi biztos, hogy ugye korábban körülbelül öt hadosztályi erővel szállták meg a gázai területet. Ez olyan 18 dandárt jelent, és azt jelenti, hogy most csak egyetlen egy dandár maradt bent a, a gázai övezeten belül, ez azt jelenti, hogy az erőknek a döntő többségét kivonták erről a területről. A megállapításuk az, hogy körülbelül még 3-4 Hamas zászlóaj kell, amit fel kellene számolni. Korábban arról beszéltek, hogy 30 zászlóanyi Hamas terrorista van, akinek a felszámolását megkezdték, és ők ugye az izraeli erők vezetése azt állítja, a védelmi erők vezetése azt állítja, hogy az eddig megölt palesztinok közül körülbelül 9000 az ugye Hamas terrorista volt, tehát azok közül a felnőtt férfiak közül, akik meghaltak, egy jelentős része az valójában a Hamas a katonája volt. Most itt a matematika már megint nem stimmel teljes egészében, mert hogyha 9000 a, a hamas harcosoknak, a az áldozatoknak a száma, akkor nem maradt, nem három zászlóanyi erő maradt, hanem lényegesen több, tehát itt megint nem látszik a, a, úgymond az eredmény tisztán és egyértelműen, és nagyon sokan azt mondják, hogy igazából ezt a típusú háborút ilyen körülmények között nem is nagyon lehet megnyerni, és akkor itt, hogy igazából miért vonultak ki, Egyszerre hat maga a szíriai légicsapás, amiben utána Izra izrael ugye az irániak megfenyegetik, hogy bármikor támadást indíthatnak különböző izraeli képviseletek ellen. Egyszerre jelenik meg az Egyesült Államoknak a feszítő ereje, amiben látva, hogy nemrégiben ugye a segélymunkások ellen végrehajtott támadás következtében szinte az egész világ felmordult. Minden érintett ország a lengyelektől, a, a briteken keresztül az Egyesült Államokig mindenki nem tetszését fejezte ki a támadással kapcsolatban. Tehát úgy néz ki, hogy egyszerre történik több hatás, ami éri Izrael, és az is benne van a pakliban, hogy esetleg ők felkészülnek egy átfogóbb háborúra, ami elsősorban Irán célozza meg, de ezt meg csak akkor történik meg, hogy a siker az Egyesült Államokat ebbe a konfliktusba bevonni. Igen, erről is fogunk beszélni részletesebben később, de beszéljünk a Kajróban zajló tárgyalásokról, itt eléggé ellentétes információkról lehet beszámolni, tehát az egyiptőnök azt mondja, hogy haladnak a dolgok, a többiek azt mondják, hogy nem. Miért van ez így? Eleve érdekellentétről beszélünk, hiszen a Hamas biztonságban nincs, mint azt most látjuk a hadicselekményekből, viszont a Hamas addig van bármiféle tárgyaló pozícióban, amíg izraeli túszok vannak nála. Ebből is következik, hogy a Hamasnak szükségszerűen meg kell tartania valamennyi túszt azért, hogy hatást tudjon gyakorolni, nyomást tudjon gyakorolni Izraelre, különös tekintettel, hogy nagy részt egyébként a túszok miatt is, és a hadicselekmények megítélése miatt is az izraeli társadalomban. Legutóbbi közvéleménykutatások szerint unak a népszerűsége 15% on van, tehát a túlszok ügyének a fenntartásával egy belpolitikai nyomást is tud a Hamas Izraelen belül gyakorolni Netanyahu-ra. Ugyanakkor azt látjuk, hogy nem látjuk, hogy mi zajlik a színfalak mögött. Kairó részéről egyértelműen azért kommunikálják azt, hogy jól halad a túlszárgyalásoknak az ügye, mert Egyiptom szeretné elejét venni a Rafahi offenzívának. Rafah az egy megosztott város, olyan, mint egykor Berlin volt. Tehát van egy gázai 280 ezres része, és van egy 80 ezres egyiptomi része. Itt családok vannak ketté választva a demarkációs vonal által, itt csempészhálózatok működnek, ami a helyi gazdaságra vannak Hatással ne felejtsük el, hogy mielőtt Izrael vádolta volna a világ a Rafahi Ostrommal, azelőtt az egyiptomi hatóságok több mint 3000 lakó ingatlan dózároltak le éppen azért, de ez még a háború előtt volt, hogy felügyelőhetők alá vonják Rafahot. Tehát Egyiptom számára nagyon súlyos belpolitikai következményei lennének, hogyha Izrael megindítaná a Rafahi Ostromot és beszorítana Egyiptom területére több százezer palesztint, hiszen a térség történelmi tapasztalata azt mutatja, hogy ha egyszer egy tömeget áthelyeznek valahova, akkor nagyon kevés az esély arra, hogy visszahozzá, hogy utána visszatérhessenek. És hát akkor itt van persze, ami egy árulkodó jel visszatérve a kérdésére a kairói tárgyalásokról. Azt látjuk, hogy Izrael most felvetette, hogy az Al jazeera amely egy katari hírcsatorna, kiutasítaná Izraelből. Erről már korábban is volt szó, még a háború kezdetén, hiszen itt mégiscsak egy Izrael -ell ellenséges csatornáról van szó, viszont Katar nagyon fontos tárgy tárgyalási közvetítő a Hamas és Izrael között. Az, hogy most inoga inogaléca az Al Jazeera lába alatt, ez azt feltételezi, hogy Izrael elégedetlen ezzel a közvetítő szereppel, amit Katar betölt. És a belpolitikai nyomás nehezedik Netanyahu-ra, az izrael miniszterelnökre, de nemzetközi nyomás is, hiszen lehet itt-ott olvasni a sajtóban, hogy Izrael egyedül maradt, legnagyobb támogatója a, az Egyesült Államok azért egyre, egyre nyilván, nyilvánosabban fejezi ki nem tetszítés, tetszítését a, a helyzetről. Ugye a britek nem régiben kijelentették, hogy nincs feltétel nélküli támogatás, tehát a szó nincs arról, hogy, ha, hogy a Izrael bármit megtehet, és ugye itt nem a külügyminiszter kijelentette, hogy a Izraelnek mindenképpen a humanitárius jogot, meg a nemzetközi jogot be kellene tudni tartani annak érdekében, hogy bármiféle támogatást kapjanak, és közben hallhatjuk, hogy különböző országban, Németországon, Egyesült Államokban különböző csoportok, társadalmi csoportok jelezték a kormányzat felé, hogy tűnt fognak, felfüggesztik a munkájukat annak érdekében, hogyha tovább folytatódnak a fegyverszállítások, és hogy ők nem támogatják ezt. Érdekes például látni a briteket, ahol a lakosságnak több mint az 50%-a nem támogatja az Izraelbe történő fegyverszállításokat, is csak 17% az, amelyik elfogadja ennek a tényét. Tehát látszik, hogy átformálódik a nyugati közvélemény ezzel kapcsolatban. Ehhez képest a kormányok sokkal, hogy mondjam, lazábban állnak ehhez a dologok Hozzá Látjuk, hogy az Egyesült Államokban ugye fontos kérdés az, hogy akkor majd mi fog történni néhány ingadozó államban lévő muszlim kisebbség hogyan fog szavazni. Ennek megtörténnek a belpolitikai üzeneteket, amik megpróbálnak a Biden kormányzat küldeni, választások előtt állnak. Viszont a cselekedeteknek a szintjén pedig továbbra is folyik Izraelnek a feltétel nélküli támogatása, hiszen jelen pillanatban ezt a kisebb méretű háborút is Izrael amerikai hogy brit vagy német fegyverek nélkül nem tudja megvívni. És akkor most nézzük, hogy mi a helyzet Libanonban. Az izraeli erők támadásai tovább fokozódtak Dél-Libanonban pénteken és szombaton. Becslések szerint eddig nyolcan vesztették életüket. Izrael a Hezbollah infrastruktúráira mért csapást vasárnap, miután a libanoni fegyveres csoport lelőtt egy izraeli drónt. Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a vadászgépek egy katonai komplexumot és három másik Hezbollah telepet találtak el a kelet-libanoni Bálbek városában. Biztonsági források szerint a támadás a Hezbollah kiképző táborát célozta a szíriai határhoz közel. Hassan Nasrallah a Hezbollah vezetője kijelentette, hogy a mozgalom meg fogja torolni mind a dél-libanon elleni, mind a közelmúltban az iráni-szíriai nagykövetség elleni izraeli támadásokat. A nemzetközi közösség megpróbált tűzszünetet kötni, hogy megakadályozza az izraeli offenzívát Libanonban, de úgy tűnik, hogy az erőfeszítés eddig nem haladt előre. A libanoni szabad hazafias mozgalom vezetője tűzszünetet követelt Dél-Libanonban és az ügy elválasztását a gázai háborútól. Jebrán Bassil elutasította a Hezbollah részvételét a gázai háborúban. Mint mondta, nyilvánvaló, hogy a Hezbollah nem akar nagyobb háborút Izraellel, és ez méltányolható és jó álláspont, de időközben elvesztette az irányítást a háború leállításáról szóló döntés felett. Igen, tehát sokat vitatkoznak a, sokan vitatkoznak a Hezbollah szerepéről, mi a valódi álláspontja ennek a mozgalomnak vagy pártnak és hogy, mert ugye ez, ez, fontos abban a szempontból, hogy kiterjedt-e a, a háború regionálisan, mennyire valós ez a veszély, hogy Libanonra is kiterjedjen ez a konfliktus. Tegyük hozzá, hogy az itt ö, a Felkonban elhangzott ö, politikus idézett Göbrán Beszéltől a Hezbollah keresztény szövetségesétől érkezett, aki a Hezbollah pozícióját értékelt ebben, mondván, hogy a Hezbollah nem érdekelt ebben a háborúban. Ha más keresztény politikusokat kérdeznék Libanonban, ők valószínűleg máshogy nyilatkoznának, tekintve, hogy nekik ellenlábasuk a Hezbollah. Hezbollahról tudni kell, hogy ez alapvetően egy iráni proxy szervezet, ahol, amelynek a tagjai dollárban kapják a fizetésüket, ami kifejezetten fontos most, hiszen azt látjuk, hogy Libanon öt éve lassan már gazdasági válságban van, a libanoni lira elvesztette az értékének 90%-át, a társadalom ki van vére, véreztetve, a migrációs kedv hatalmas, tehát a libanoni társadalom nem áll készen egy ilyen háborúra, mint ahogy a libanoni kormány sem áll már készen, tegyük hozzá, hogy nincs is most működő kormánya Libanonnak. Libanont úgy kell elképzelni, mint egy nagyon gyenge államhatalom, névleges államhatalom alatt működő sok kis országot, ahol a hagyományos elit, amely egykori miliciákból lett, vagy régi előkelőkből, nagyüzletemberekből lett, társadalmi network, ö, patrónusok, akik ezenken a hagyományos networkeiken keresztül irányítják a társadalmat. Ebből is következik, hogy noha a Hezbollah egy proxi szervezete Iránnak, mégiscsak egy nagyon komoly aktora a libanoni politikának. Ez különösen látszott egyébként a már 2005-ös egyébként a Hezbollah által győztesként interpretál, de valójában súlyos veszteséget jelentő izraeli háború során is. Kezdetekben a Hezbollah fel tudott lépni egyfajta Libanont megmentő erőként, majd utána nagyon gyorsan elvesztett a támogatását, a, a lakosság nem síta többséget körében. Tehát a Hezbollah a mostani nehéz helyzetben minden megtesz azért, hogy lavírozzon, és hogy egyrészt megtartsa a fennálló tűrhető kapcsolatát a többi politikai aktorral az országon belül, ez áll, és egyébként, hogy a saját lakosságát is megvédje egy háborúnak a pusztításától, hiszen a síta lakosság ugyanúgy elszenvedője a Libanon sújtó gazdasági válságnak, mint a szunniták, vagy a keresztények, vagy a drúzok, tehát a Hezbollah nem szeretne tény és való háborút indítani izrael szemben, viszont azt látjuk, hogy valóban van egyfajta erősak, erőszak, spirál, és a libanoni közvélemény is nagyon fél attól, hogy ez túlzottan felpöröghet. Ezzel együtt azt látjuk, hogy a Hezbollah retorikájában nagyon erősen támadja Izraelt, támad rakétákat is lő ki Izraelre, de mint hogyha nem továbbra sem olyan célpontok ellen lőnék ki, aminek tényleges következménye lehet, hogy esetleg eszkalálná a konfliktust. Igen, kérdés, hogy ez marad-e retorika. Minden esetre az izraeli védelmi erők egy begyezésben azt állítják, hogy ők már gyakorlatoznak a libanoni és szíriai határhoz közeli régióban. Azt mondják, hogy a hajók, repülőgépek és biztonsági erők élénk mozgása érhető lesz a térségben, és része az izraeli fegyveres erők különböző szektorokban való harcra való felkészültségének. Ugye ne felejtsük el, hogy már a múlt évnek a végén a... Az izraeli-libanoni határ mentén az izraeli elők felkészítették az erőket egy esetleges katonai offenzívának a lehetőségére. Akkor már kb. 60 ezer katona állomásozott itt ezeken a területeken, és akkor is már megkezdték a felkészülést és a, a gyakorlatokat. És azt se felejtsük el, hogy még mindig 100 ezer észak izraeli van, aki kitelepítésre került, nem tud visszatérni a, a saját otthonába. És ugye továbbra is ugyanaz az elképzelés, hogy egyfajta pufferzónát szeretnének létrehozni Hamaszmentesen. Dél-Libanon jelentős térségeit felhasználva, kihasználva annak érdekében, hogy ezt a lakosságot vissza lehessen telepíteni a, a saját otthonába. Természetesen, amikor egy ilyen eszkaláció bekövetkezik, az szinte a, a környékbeli egyfajta vezényszó is lehet, nem csak a Hamasszal szövetséges, hanem akár még a Hamasszal ellentétes véleményen lévő különböző szélsőséges csoportoknak is egyfajta összefogásra, tehát nagy valószínűséggel ez egy szélesebb körű eszkalációt jelent, azt pedig ne felejtsük el, hogy Iránnak a hatalmi kivetítése Irakon keresztül, Szírián keresztül, Libanonon át egy egységes zóna, tehát egy teljesen egységes zónaként működik, és eléri a, a földközi tengert. Az ő szemszögéből ez egy nagyon fontos terület az ott lévő erőknek a támogatása kapcsán. Egy valamit azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy az itt lévő aktorok, akik itt szerepelnek, és minden áron mindenki szeretné elsősorban Iránhoz kötni, a cselekedeteiket, az nem teljesen helyes megfogalmazás, mert sokkal nagyobb önállóságot élveznek, akár a jemeni huszik esetében, akár pedig a Hezbollah esetében, akár a Hamas esetében, mint ahogy sokszor mi a nyugati médiákban ezt visszahalljuk. Tehát nem úgy történik a dolog, hogy Teheránban fütyentenek egyet, és mindenki haptákba vágja magát ezeken a területeken. Itt nagyon erőteljes önállósággal rendelkeznek a, a helyi szervezetek, hiszen a saját erőforrásaik nélkül, meg a saját ötleteik nélkül eddig nem is maradhattak volna fönn. És akkor nézzük meg, hogy hogyan fokozódik a feszültség irány kapcsán. Izrael továbbra is készül egy esetleges megtorlásra a Damaszkusi Iráni Nagykövetség ellen elkövetett halálos csapása után. Irán legmagasabb rangú katonai parancsnoka ugyanis közölte, elkerülhetetlen a bosszú, és Teherán dönti el, hogyan és mikor hajtsa végre a megtorló műveletet. Az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke szombaton beszédet mondott az egyik áldozat, a fegyveres erők magasrangú parancsnokának és katonai tanácsadójának temetésén, aki életét vesztette a nagykövetség konzuli részlegén végrehajtott izraeli légicsapásban április 1-én Damaszkuszban. A legfelső parancsnok azt mondta, az izraeli támadás nem marad válasz nélkül. Hozzátette, hogy Irán szerint a damaszkuszi támadásért a fő felelősség az Egyesült Államokat terheli, és Washingtont felelősségre is kell vonni. Joe Biden közben biztosította Izrael miniszterelnökét, hogy az Egyesült Államok megvédi Izraelt Irán esetleges támadása esetén. A Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsadója azt mondta, csütörtökön telefonon tárgyalt az amerikai és az izraeli elnök, és Joe Biden nagyon világossá tette, hogy Izrael számíthat az Egyesült Államok támogatására a közvetlen és nyilvános fenyegetésekkel szemben. Nos, e, Szajfó márhoz fordulni közösorban. Mi Irán szerepe ebben az egész konfliktusban? Ugye Iránnak, hogy a Perzsa világnak mindig sajátos szerepe volt ebben a, a régióban. Most mi, hogyan állnak ez az egész konfliktushoz? Ugye azért említettük, hogy egészen a a földközi tengerig elér ha a befolyásuk, az, hogy a Hamas mögött is vannak, bár ez nem olyan egyszerű, ugye síitákról van szó, nem szuditákról, tehát ezt magyarázzuk el, hogy mennyire összetett ez a helyzet gyakorlatilag. Irán az 1979-es iráni iszlám forradalom óta egy expanzív külpolitikát folytat a térségben, ami az ő gyakorlatban azt jelenti, hogy a síta lakosságnak a politikai lojalitását szeretné megnyerni, ami egyébként természetesen nincs, te, nem nincs innyire az egyéb arab, arab rezsimeknek, amelyek többségben azért szunnita rezsimek, jelentős síta kisebbséggel, vagy mondjuk Bahrain esetében többséggel. Az irak-iráni háború részben egyébként annak idején ezért tört ki, mert hogy Irán alapvetően az iraki sítákat szerette volna Szállam, Saddam rezsimével el, szembefordítani. Emellett ez is ez a probléma, ami miatt nem valósulhat meg igazából hosszú távon a teljes bizalom helyreállítása Szaudarábia és Irán, illetve a különböző monarchiák között és, és, Irán között is, mert van ez a fajta iráni nyomás. Emellett Irán a gyenge államokban, például Libanonban, például Jemenben proxy hálózatot tart fent, amely, ahogy a tábornok is elmondta, valóban ezek helyi entitások, amelyeknek ilyen módon, amelyeknek van egyfajta önállóságuk, de mégiscsak kapnak egyfajta iráni támogatást, ezért ezért van Iránnak valamiféle behatása. A mostani konfliktusban már a háború kezdetén is felmerült az, hogy vajon Irán, beugrasztja-e a Hezbollahot ebbe a konfliktusba, vagy hogyan fog lépni a proxikon keresztül, azt látjuk, hogy Irán azért reálpolitikus, tehát egy totális háború, pláne közvetlen konfrontáció Iránnal az Egyesült Államokkal neki nem áll érdekében. Válaszokat természetesen Irán ad erre, de legink, a különböző csapásokra, de leginkább a proxikon keresztül, de figyelembe véve azt, hogy nem, őket sem ugraszthatja bele olyanba, ami ellenük, ellenük az alapvető érdekük ellen van, hiszen Iránnak sokkal inkább érdeke egy Libanonban erős Hezbollah, mint egy Izrael által szétvert, szétbombázott Hezbollah. Tehát Irán hosszú távon szeretné a maga pozícióját megtartani ebben a térségben. Jemeni Huszikkal ott tart a dolog most épp. Ugye itt, itt, itt főleg érdekes a múlt támadás kontextusban értelmezni, ugye az irániak szerint Izrael támadta, meg is haltak sokan, 15-en a damaszkuszi iráni nagykövetséget. Ugye az egyik ilyen fontos, hogy egyetérte Omarral, hogy a... a, a a izraeli támadásokra Irán nagyon visszafogottan szokott minden alkalommal reagálni. Tehát azt el kell fogadnunk, hogy valójában egy nagyon alacsony intenzitású háború folyik már Izrael és Irán között, és ezt elmondható Libanonról is, ugyanúgy elmondható Szíriával is, csak ez, ez, tényleg egy nagyon alacsony szinten zajlik le, de ki kell mondanunk azt, hogy valójában háborúban állnak ezek a, az országok egymással. A az elkövetkező időben, ami a fenyegetés ugye arról szól, hogy izraeli nagykövetségeket támadhatnak meg ennek a szidai támadásnak a, a megbosszulására, nagy valószínűséggel meg fog történni, mert valami fajta arcvesztés lesz, hogyha ez nem, nem történik meg, viszont szinte biztosak vagyunk abban, hogy Irán mindent megfe, meg fog tenni annak érdekében, hogy egy végrehajtott támadás után megint csak nehezen lehessen beazonosítani az ő személyét, hogy ő részt vett ebben a, ebben a támadásban, mint ahogy amúgy Izrael is, hivatalosan nem ismeri el, hogy a damaszkuszi támadást amúgy ők követték volna el, amellett, hogy amúgy nyílt tényként kezeli amúgy minden izraeli újság. És akkor itt visszatérve még a, a Husziknak a, a kérdéskörére, ugye ők határozottan kijelentették, hogy a, ők addig nem hagyják abba a támadásokat, amíg gázában nem rendeződik a helyzet. Egy érdekesség, hogy különben az ő ellenállásuk a végén létrehozta ezt a bizonyos tengeri koalíciót, ami megpróbálja ellenőrzés alatt tartani itt a földközi tenger és a Suezi szoros között lévő vizeket. Viszont ezek érdekes hiányosságokra derítettek fényt. Ugye a briteknél, a haditengerészetnél kiderült, hogy bizonyos hajók nem alkalmasak a feladat végrehajtására. Most nemrégiben a dánok küldtek haza egy a hőjukat, egyetlen egyet szereltek föl, ami amúgy kölcsönfegyverekkel is már hajókról átszerelt eszközökkel rendelkezett, és ez az egy eszköz, amikor oda megérkezett, kiderült, hogy a radar nem működik, hogy amúgy életveszélybe volt a legénység végig, amikor huszitámadások támadások voltak, nagy nehezen le tudták lőni a támadó drónokat, viszont a indított rakétáknak egy jelentős része közvetlenül a hajók közelében robbantak föl, tehát a közelindítók nem működtek, és még megdöbbentőbb, hogy amúgy különben az a, a eszközöknek és a fegyvereknek egy jelentős részét más dánhajókból szerelték át, és ezeknek most haza kellett menni, vagyis kiderül az, hogy nem vagyunk mi annyira felkészülve, mint ahogyan állítjuk magunkról, és az a, a nyugati technológiai fölény az most nem nagyon látszik, a huszik esetében sosem látszódott, a, a szaudiak erről tudnának beszélni, a legmodernebb eszközökkel próbálták légi csapásokkal felszámolni a husziknak a, a csapásmérő képességét, a drónokkal, illetve a rakétákkal kapcsolatos képességeiket nem sikerült, most ezt az Egyesült Államok próbálja körülbelül ugyanolyan sikertelenül. De hogyan lehet mégis definiálni a, azt a kapcsolatot, ami létezik a jemeni huszik és irán között? Tehát sokszor azt mondják, hogy támogatják közvetlenül, de ez, ez olyan egyszerű? Tehát hogy, hogy lehet ezt erről beszélni? van egyfajta érdekközösség a húszik és az irániak között. A húszi mozgalom azért jött létre gyakorlatilag Irán, vagy Jemennek az északi részében, hogy ellensúlyozza a szaudi befolyást, a szaudi gazdaság és a szaudi vallási befolyást, ami még a, az imár elhunyt korábbi elnök idején, a 90-es évek elején kezdett megerősödni, és egy ilyen helyzetben a húszik rá voltak szorulva egy külső patrónusra, és ez Irán lett. Gyorsan felülkerekedtek az öt imámos és a 12 imámos a tanok közti különbségeken, az érdek ezt a dolgot. Tegyük egyébként hozzá még Irán iratkozásában, és az, hogy Irán, ahogy a felvezetőben is elhangzott, tény és való, hogy egyentitásként kezeli, legalábbis retorikájában az Egyesült Államokat és Izraelt. Ennek megfelelően várható az, mint ahogy egyébként Irán ezt is, ez is mutatja, hogy a svájci nagykövetet kérette be az izraeli támadás után, már pedig a svájci nagykövet az, aki az Egyesült Államoknak az ügyeit felügyeli Iránon belül, hiszen nincs diplomáciai kapcsolat, és ez azt jelenti, hogy Irán részéről most egy logikus lépés lenne amerikai érdekeltségek elleni támadás, közvetett támadás proxikon keresztül a végrehajtása, válaszul az izraeli csapásra, de Irán, mint hogyha már kezdene kihátrálni emögül, legalábbis próbálna nyomást gyakorolni az izraeli kormányra, hiszen legutóbb, pont a mai napon az, az állítás hangzott el Irán részéről, pontosabban az az ígéret, hogy amennyiben Gázában tűzszünet következik be, akkor lemond a bosszúnak a jogáról. Második részben majd beszélünk Irakról, de most ők nagyon röviden, ugye sokan arról cikkeznek a napokban, hogy az lenne az iráni megtorlás, hogy újra indulnak ezek a e, amerikai bázisok elleni csapások, ugye ez február, február, közepe óta nem történtek olyat, mert az amerikaiak elég durván oda visszacsaptak az ottani miliciáknak, mert ugye Irán, ö, Irak területe, ha jól tudom, miliciák, Iránhoz közeli miliciák kontrollálják, ugye. Lehet arra számít, hogy Irakban is eszkalálódik a helyzet. Hát a helyzet ugye arról szól, hogy olyan a miliciákat támadtak a, a, az amerikaiak, amelyek amúgy részesei a iraki hivatásos vagy a hivatalos had haderőnek, és e, ugye e, Irak a saját szuverenitásának a megsértésének tartja ezeket a támadásokat, és úgy érzik, hogy ha az a 2500 amerikai katona, aki körülbelül még ott tartózkodik, hogyha az elhagyná az országot, akkor e, e, nem lennének ezek a háborús konfliktusok. E, ők annak idején mind az irániak, mind az iraki kormányzat próbált hatni ezekre a sírta csoportokra annak érdekében, hogy állítsák le az amerikai e, intézményrendszerek Kelleni támadásokat, és ugye többször is bejelentette már az iraki kormányzat, hogy ő nem kiválatos személynek tartja az ott lévő amerikai katonákat, és a kivonásáról szeretne egyeztetni. Az Egyesült Államok jelezte, hogy ő nem hajlandó ezeket a katonákat kivonni, azért ne felejtsük el, hogy ezeknek a katonáknak Szíriában, Irakban, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy most egy kicsit úgy tűnik, hogy a gázó övezetben is egyfajta olyan feladata van, hogy ha ott csapásokat mérnének ezekre az erőkre, akkor az az indok, aminek a kapcsán egyéb beavatkozásokat meg lehet tenni, de az irániak szemszögéből nézve itt is lehetett látni az a visszafogottságot és a mérsékeltséget, hogy megpróbálták rávenni ezeket az erőket, hogy visszafogottabban reagáljanak az Egyesült Államok és Izraelnek a csapásaira. Most rövid szünet következik, de ne menjenek messzire, mert azzal folytatjuk, hogy élesedik a nagyhatalmak versenye a közel-keleti térségben, tartsanak velünk a szünet után is. Folytatódik a láncreakció adása, a stúdióban továbbra is Vukics Ferenc katonai szakértő és Szajfó Omar, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetője. Lássuk, mi a helyzet Irakban. Irak bejelentette, hogy 10 millió liter üzemanyagot küld Gázába, továbbá beleegyezett abba is, hogy sebesült palesztinokat fogad be az országba az ostromlott térségből. Közben a kurd elnök szombaton hivatalos látogatásra érkezett az iraki fővárosba. Irak miniszterelnökével folytatott tárgyalásokat elsősorban a kurdisztáni régióban végrehajtandó kormányprogrammal, valamint az iraki elnök közelgő Washingtoni látogatásával kapcsolatban az április 15-ére tervezett washingtoni látogatás fontos a régió szempontjából, nyilatkozta a kurd elnökség szóvivője, hozzátéve, hogy a washingtoni megbeszéléseknek Irak érdekeit és biztonságát kell szolgálnia minden összetevőjével, állampolgáraival, területével és szuverenitásával együtt. Irak az amerikai csapatok gyors rendezett tárgyalásos úton történő kivonását szorgalmazza. Az iraki amerikai katonai bázisokat a gázai háború kitörése óta több alkalommal érte támadás. Ö, olyan fontos, hogy milyen kapcsolat a, a kapcsolat Irak és Washington között mostanában, illetve Irak mire számíthat Washington részéről. Iraknak a miniszterelnöke az mindig is síta, a többségi síták adják, legalábbis az, az életben lévő alkotmány keretében. Mohamed Shia a szudáni mostani miniszterelnök egy hosszú politikai padhelyzetet követően e, került az ország élére, miután egy ügyes politikai trükkel kiejtette az egyébként mondhatjuk, hogy a rosszabb társadalmi státuszban élő síta tömegeket képviselő Sadrnak a politikai tömbjét. Emiatt ő egy kicsit nehéz helyzetben van. Tehát a, ő, ő kezdetekben azt nyilatkozta, hogy ő szeretné egyébként több arab monarchia, például Katar mintájára, egyszerre jó kapcsolatot ápolni Iránnal és az USA-val. Egy darabig úgy tűnt, hogy ez működött is, hát a gázai háború ezt egyáltalán nem segíti. A mostani iraki miniszterelnök bármi történik, nehéz helyzetben van, hiszen egy otthonról a saját síta ellenzéke részéről megkapja azt, hogy hát ő áruló, és hogy ő kiszolgálja az amerikai érdekeket, és a csapatokat ki kellene vonni az ott maradt amerikaiakat, és, és hogy az országnak szuverének kell lennie. Más részről pedig ott vannak a politikai realitások és a gazdasági realitások. Most egyébként hozzá tartozik az igazsághoz, hogy a jó pozícióban van az iraki kormány, hiszen magasan van az olajnak a világpiaci ára, alapvetően az iraki lakosság is optimistán tekint kint a jövőbe, ami nagy szó, tekintve, hogy 2003 után azért egy nagyon súlyos és nagyon hosszú válságot szenvedett el az ország, de azt látjuk, hogy a mostani kormányzat valóban nehéz helyzetben van, próbál lavírozni, és amennyire csak lehet a maga belpolitikai pozícióját nem veszélyeztetve próbál jóban lenni az Egyesült Államokkal. Kurdok is élnek Irakban, Északon, hol tudom, a fővárosuk Erbil, ugye? Ők most azt akarják, hogy Bagdadi Washington meg tudjon állapodni a az együttműködésről. Miért ez az álláspontjuk? A kurdoknak akkor jó, hogyha nincs gond, és hogyha az olajukat megvásárolják egyrészt a törökök, amin keresztül aztán eljut Európába, másrészt pedig akkor, hogyha az központi kormányzattal nem élesedik ki az olajvita, már pedig azt látjuk, hogy az Egyesült Államok 2003-as beavatkozása óta folyamatosan folyamatosak ezek a viták. A kurd terület egyre inkább autonóm, egyre inkább a maga kezébe szeretné venni a saját maga olajkincsét, az iraki központi kormány pedig érthető okokból nem akarja elengedni a kurdoknak a kezét. Mi lesz az amerikai bázisokkal, vagy iraki amerikai bázisokkal? Ugye érintettük már a, a, az első részben. Ü mire lehet számítani? Hát az egyik ilyen fontos szerint szerintem az szoros összefüggésben lesz majd a kurd kérdéssel, hiszen maga ez a, kurd a területnek az autonómiája, ami már 91-ben elkezdtek építeni, ugye ezért nagyon fontos különbséget tenni a szíriai kurd államnak a, a lakulása, a kialakulása és autonómiája között, meg e között a, a, a terület között. Ugye itt 6,5 millió kurd van, aki viszonylag egy nagyjából Svájc nagyságú területén él együtt, egy, nagyjából egy tömbben, viszonylag kevés egyéb araptör, ami még esetleg ebbe a területbe tartozik, és ne felejtsük el, hogy amúgy területi vitája van ennek a, a kur területnek a központi iraki kormányzattal, mert véleményük szerint ugye Dél-Nyugaton és délnyugaton és délen, különböző területek még hozzátartoznának ehhez a bizonyos kurdisztáni autonóm régióhoz, és azt se felejtsük el, nemrégiben kirobbant egy nagyobb botrány azzal kapcsolatosan, hogy a központi kormányzat nem úgy füzette meg a a kurdisztáni hivatalnokokat, mint ahogy az elvárható lett volna, de ez cserébe azért történt, mert közben a kurdisztáni régió az ott kitermelt olajnak a, a jövedelmeit nem osztotta meg a központi kormányzattal, és egy elég erőteljes probléma van egymás között. De itt visszatérve a, a bázisoknak a kérdéskörére, nagyon fontos, hogy a, az Egyesült Államoknak a befolyása hogyan fog alakulni az elkövetkező időszakban. Irakban Ennek a kurdok egy nagyon fontos elemeit alkotják, tehát minél erőteljesebbek lesznek a kurdok, valószínűleg a bázisok, annál inkább maradnak. Az elmúlt évben 30%-kal emelkedett például az iraki és az iráni kereskedelmi volumen, ami azt jelenti, hogy egyre inkább rászorul a, a szomszédokkal való együttműködésre. Irak, és ki is jelentették, hogy ők ebben érdekeltek, hogy a közvetlen szomszédaikkal jó kapcsolatokat alakítsanak ki. Tehát most már arról szó nem lehet, hogy nagyon messziről, nagyon távolról mondják meg a, az ő gondolataikat. Ugye van olyan iraki politikus, aki úgy fejezte ki, hogy az amerikaiak itt voltak, itt vannak, de nem lesznek örökké itt, viszont a szomszédok azok mindig itt vesznek, körbe fognak bennünket venni, és nekünk ővelük kell jó kapcsolatokat kiépíteni, és helyre kell állítani a kereskedelmet, és a, 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 egy egységes gazdaságként kell tudni működtetni itt az arab világon. És akkor egyre aktívabb az iszlám állam újra Szíriában. Lássuk is, hogy miről van szó. Újabb pokolgépes merényletet követtek el Dél-Szíriában szombaton. Egy háborús megfigyelő szerint legalább 17 ember vesztette életét, köztük 7 gyermek. Az országban idén ez volt a 83. incidens, amelyekben már százan áldozatul estek. A merényletet Dera tartományban követték el, ahonnan 2011-ben indult a felkelés Basar el-Assad elnök ellen a régió 2018-ban az Oroszország által támogatott tűzszüneti megállapodás értelmében visszatért a kormány ellenőrzése alá. Ennek ellenére Derá tartományban rendszeresen előfordulnak támadások, amelyek közül néhányat az iszlám állam helyi szervezete vállalta magára. Úgy tűnik, hogy az iszlám állam terrorcsoport újra megveti a lábát Szíriában, és támadásokat indít a szíriai elnökhöz hű erők ellen. Az USA központi parancsnokságának most közzétett adatai körülbelül 2500-ra teszik az iszlám állam Szíriában és Irakban tartózkodó harcosainak számát, ami több mint duplája a január végi becslésnek. 2011-ig Szíria egy nagyon stabil, erős rendszer volt. Ugye aztán jött egy olyan időszak, hogy nehezen lehetett átlátni, hogy mi volt ott, főleg eh, abból a szempontból, hogy milyen erők vannak benne az országban. És úgy tűnik, hogy most újra kezdődik az, hogy, hogy a központi kormánynak bizonyos eh, a terület bizonyos részébe elveszíti a kontrollt, és hogy, hogy délen az iszlám állam újra aktív. Mi történik pontosan? A szíriai kormányzat az ország területének hozzávetőleg kétharmadát tartja ellenőrzése alatt. A maradék részei északon idlep tartomány egy hardcore iszlamista frakció kezében van, mert tőlük keletre a törökök által felügyelt területek vannak, az ország keleti részét pedig 900 katonával az Egyesült Államok, illetve az által a támogatott kurd csoportok tartják kezükben. Azt látjuk, hogy amikor Bashar al a saját hatalmát kiterjesztette az országban, vagy az országnak kétharmadán, akkor ő ezt hely szövetségek helyi helyi kiegyezéseken keresztül tette meg, ami azt jelenti, hogy a szíriai kormány gyakorlatban nem ellenőrzi a saját területét, amit névleg ellenőriznie kellene, hiszen ezeken a területeken olyan csoportok is működnek, amelyek mondjuk közvetlenül orosz, közvetlenül iráni befolyás alatt állnak, illetve a korábbi hadurak legitimálni próbálják a maguk hatalmát, át akarják csatornázni a fegyveres hatalmat gazdasági hatalomba, tehát kis királyságokként működnek. A kormányzatnak ezt Kénytelen. A kormányzat ezt kénytelen tűrni, hiszen neki a lényeg az, hogy ne legyen konkrétan összecsapás különböző területeken. Az iszlám állam éledése, az igazából egyelőre még nem tűnik annyira veszélyes mozgolódásnak. Azt látjuk, hogy tény és való, hogy ebben a mostani gazdasági helyzetben helyi szinten vannak olyan csoportok, amelyet a helyi erős emberek, a helyi patronusok sem tudnak felügyelni, és onnan vannak különböző leszakadó társadalmi rétegek, amelyek alternatív megoldásokban gondolkodnak. De de az nem látszik ebből, és nem látszik kibontakozni, hogy olyan módon, mint annak idején az iszlám állam ténylegesen területet tudjon szerezni, kihasítani magának Szíriából. Sokkal inkább azt látjuk, hogy ilyen akciókat tudnak végrehajtani, ezeknek jellemzően helyi dinamikája van, a helyi gazdasági helyzetben keresendő, például itt az említett Derában, ami hagyományosan egy drúz település, tehát a drúzokról tudni kell, hogy egy ezoterikus szekta, amely a mindenkori államhatalomhoz lojális, amikor ez megingott 2011-ben, annak súlyos gazdasági okai voltak a szárasságok és a, a, és a helyi gazdasági helyzet miatt, de alapvetően a drúz lakosság lojális, ilyen módon azon a helyi téren a szunni, egyfajta szunnita szerveződés zajlik, ami viszont nagyon veszélyes az iszlám állam kapcsán, és amiről most nem beszélünk, az az, hogy például az Alhol menekültáborban, ami kurd ellenőrzés alatt van, hozzávetőleg 50-60 ezer olyan ember van, aki korábban kötődött az iszlám, iszlám államhoz családilag, vagy egyéb vonatkozásban, teljes generáció fog most már lassan felnőni egy menekültáborban, oly módon, hogy hogy nincs esélye bármiféle rehabilitációra, ami érthető is olyan módon, hiszen itt, hiszen, és, korá, és súlyos veszélyek lehetnek ebben, hiszen azt látjuk, hogy az iszlámállam első generációjának egyes tagjai is korábban az alkaida tagjai voltak, és börtönben radikalizálódtak még tovább. Most azt látjuk, hogy van egy generáció, egy elveszett generáció, akinek nincs jövőképe, és nagyon könnyen lehet, hogy egy sokkal keményebb iszlámállam felemelkedése előtt állunk, ami mondjuk egy évtizedes távlatban megvalósulhat. 1000, 1000, 1000 igen, hát az eredes úr ezzel egyetért? Még is Igen, igen. Nem Fő, főleg a, a, tehát a amelt, hogy ez az 50-60 ezer ember ezekben a táborokban éli a mindennapjait, ebből ugye 10 ezer ember harcos volt valamikor korábban, és uh, ugye több alkalommal az Assad rezsim uh, a a tavaly évben jöttek els, az első a hírek azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok úgy tűnik, hogy érdekelté vált a, az iszlám államnak az újraélesztésében, és ők előre jelezték, hogy ez esetleg be fog majd következni, mert hogy, és elsősorban az ő ellenük elleni harcra próbálják felhasználni. Itt egy kicsit azért érdekesség, hogy akár az isis k esetében, akár az afrikai ISIS esetében, vagy akár itt a közel-keleten megjelenő támadások döntő részében még mindig nem az Egyesült Államok, vagy, vagy brit érdekeltségek, vagy nyugat Érdekeltségek ellen történnek, hanem döntő részében mindig az ellenfelek kapcsán történik meg, hogyha itt nézzük az iráni Ramadan időszakában lezajlott akkori nagy merényletet, vagy megnézzük Törökországban végrehajtott ugye a keresztény közösség ellen végrehajtott ISIS-K merényletet, vagy akár az oroszországi merényletet, vagy a, a, ahogy, ahogy látjuk, hogy például Afrikában az ISIS szintén a nigeri Juntának az elemeit támadja, tehát nem úgy tűnik, mintha nyugati érdekeltségeket próbálna támadni, nagy valószínűséggel próbálja amúgy a gyengébb feleket is valahogy a gyengébb feleknek a, a hibáit kihasználva valahogyan helyet nyerni a, a, a térségben. Jelen pillanatban, ahogy Omar is mondta, ez még nem nem túl jelentős, hogyha megfelelőképpen összpontosítanak rá, és akkor nem lenne ennyire megosztott a térség, akkor ez a kérdés már megoldott lenne. De sajnos az a baj, hogy az erők jelen pillanatban Szíriában úgy néznek ki, hogy szinte évente váltanak oldalt. Nézzük meg, hogy milyen érdekcsoportok versengenek ebben a térségben, és pontosabban mi Oroszország szerepe a régióban. Oroszország szemet vetett a közel-keleti régióra, állítja a Washington Institute amerikai agytrözt tanulmánya. A térség a 20. században értékelődött fel a nagyhatalmak számára, egyrészt az élénké váló tengeri kereskedelmi útvonalak, másrészt pedig a kimeríthetetlennek tűnő ásványkincs vagyon felfedezése miatt. A tanulmány szerint az állandó konfliktusok jó alapot jelentettek a térségben befolyást szerezni kívánó nagyhatalmaknak, hogy saját érdekeiknek megfelelően alakítsák át a viszonyokat. Korábban megkérdőjelezhetetlenül az Egyesült Államok volt a közel-kelet legfontosabb Hegemon szereplője, de az elmúlt években az USA befolyása meggyengült a régióban, írja a Washington Institute. A keletkezett réseket amerika riválisai kíméletlenül igyekeznek betölteni, különösen Oroszország indított erőteljes kampányt. Moszkva védelmi befolyás szerzési taktikája három fő pilléren alapul a közelkeleten: A fegyvereladások, a katonai bázisokhoz való hozzáférés, valamint félkatonai szervezetek alkalmazása egyes országokban. Összegzi az amerikai agytrözt. Vladimir Putyin 2023 végén személyesen látogatott el Szaudarábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe, és arról beszélt, hogy ez a két ország Moszkva legfontosabb partnerei közé tartozik. Ez valóban így van, hogy az USA egyre gyengébb a térségben, és Oroszország szerepe stabil, erős, hogy lehet ezt el? Már az Obama kormányzat is sokkal inkább az ázsiai térférre helyezte a, a figyelmét, és Kína, és Kína politikájára, Kína sakban tartására próbált erőforrásokat mozdítani, előmozdítani. Azt látjuk, hogy valóban az Egyesült Államok számára nem olyan mértékben kiemelt már a közel-kelet, mint volt korábban. Ezzel együtt a hagyományos amerikai érdekek azért stabilok, és van bizonyos előrelépés is, például a szíriai fronton, hiszen tudjuk, hogy Szíria hagyományosan az orosz-szovjet érdekszférába tartozott a hidegháború idején. Ehhez képest most az Egyesült Államok a kurdonkon keresztül felügyeli az ország olajban gazdag területét. Emellett az Egyesült Államoknak 45 ezer katonája mégiscsak ott van a térségben. Ö, azt látjuk, hogy az amerikaiak hagyományosan négy országra támaszkodnak a közelkeleten, ez Izrael, Törökország, Egyiptom és Szaudarábia. Ezekkel továbbra is jó a kapcsolat ö, politikai, mert hogy, hogy adminisztráció szinten. Ugyanakkor az tény és való, hogy ö, a Biden adminisztrációnak gyengébbek a pozíciói, és egy fura helyzet állt elő, pedig az, hogy Benjamin Netanyahu, vagy Mohamed Sisi, vagy Mohamed Bin Salman, szaudi koronaherceg, vagy Tayyip Erdogan, török elnök, jobb kapcsolatot, jobb személyes kapcsolatot ápol Vladimir Putinnal, mint Joe Bidennel. Összességében viszont az együttműködés az zajlik, tehát azt látjuk, hogy az Egyesült Államok ott van a térségben, és noha átalakul a világrend. És a, a az amerikai szövetségesek is most már egyre inkább egymással kezdenek tárgyalni, nem pedig az Egyesült Államokkal, mint mindenkinek a patronusával, és hogy az átalakuló világrendben mindenki próbálja a maga mozgásterét tágítani, ez leginkább az orosz-ukrán háború kapcsán volt tűnő. ezzel együtt az Egyesült Államok továbbra is egy erős entitás, egy, érdek, egy érdekpont a, a térségben, és nincs is nagyon alternatívája, tekintve például, hogy Szaudarábia számára az 90%-át a fegyverüknek az amerikaiaktól vásárolják, Törökország tudja nagyon jól, hogy gyengébb lenne a pozíciója, hogyha nem lenne a NATO-nak a tagja, egyiptomi amerikai segélyek nélkül gyakorlatilag csődbe mehetne, Izraelről nem is beszéltünk, tehát azt látjuk, hogy az amerikaiak próbálják tartani a pozíciójukat. Az átrendeződés a stabilitást idézelő, vagy fordítva egy percünk, fél percünk marad. Bocsánat. A farok az kutyát effektus van döntő részében, hogy a világrendnek a rendszerváltozása zajlik, és amúgy az Amerikával szövetséges arab államok is döntő részében, ugye ahogy Omar is mondta, megpróbálják kitágítani a mozgásterüket, és ebben egy fontos lehetőség van a lebegtetése az Oroszországgal való különböző típusú kapcsolatoknak, de ez a végén döntő részében az én véleményem szerint arról szól, hogy még alaposabban meg megkérjék a saját szövetségük, vagy a saját segítségüknek az ára. Ukics Ferencnek és Szajfó Omarnak köszönöm, hogy itt voltak velünk önöknek. Nádori Teódor felelős szerkesztő nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk új élő láncreakció című műsorunkkal, amelyben megmutatjuk önöknek a válságok hátterét és más fontos összefüggéseket is. A viszontlátásra, a viszonthallásra.